Sziasztok, én Karcsi vagyok, ebben a videóban pedig a LEGO Brickheads 41593 Jack Sparrow kapitány készletet fogjuk megnézni. Mivel ez egy Brickheads, egyetlen figura Jack Sparrow van a dobozban, és ez a készlet a franchise-nak az ötödik része kapcsán jelent meg. Nézzük is ezt a figurát! Az összes LEGO Brickheads készlet így ez is instant építési élménnyel szolgál. Ez azt jelenti, hogy 8-10-12 perc alatt össze lehet rakni, hát én is ennyi idő alatt végeztem vele. Nagyon tetszik ez a figura, mert hogy könnyen felismerhető, hogy kiről van szó. A főbb stílus éjjeit Jack Sparrow kapitánynak tökéletesen sikerült újra megjeleníteni. Ebben néhány különleges építőelem is a segítségére volt a tervezőknek, például a bajszát, körszakállát jelképezni hivatott egyszer négyes csempe, vagy a ruhájának a mintájául szolgáló építőelemek, de összességében is elmondható, hogy a a karikásra festett szemek, a kendő és a csimbókos haj is tökéletesen megjelenik ebben a figurában is. A figurának a váza egyébként ugyanolyan, mint a Brickheadz váz úgy általában, azaz áll egy pici lábból, tehát a kettőből, a testből, amihez a karok, ezzel a típusú építőelemmel csatlakoznak, és hát ezt az építőelemet látjuk valójában hopsz, az arc és a fej további három oldala alatt is, ez a brickheznek a koponyája, és mindent erre kell felépítenünk az építés során. Kapunk a figurához egy kardot is, egy Kicsit hiányolom, hogy nem adnak más eszközöket is, például egy távcsövet, vagy esetleg egy iránytűt, amit valahogy meg tudna fogni, vagy mellé a talpára tudnánk tenni. Ezekkel talán még szebbé lehetett volna tenni a készletet, de ez tényleg csak akadékoskodás, mert hogy összességében nagyon-nagyon jó a figura, nagyon-nagyon tetszik, és hát könnyen felismerhető, és, és, és roppant jó pofa, tehát nagyon aranyos. Mókás, Játszani persze nem lehet vele, a Brickheads nem is erre való. Még egy hibát tudok elmondani, és ezt itt, itt meg is mutattam éppen. A talpa tök jó, mert hogy ezzel könnyebben tudjuk tárolni, és jobban megáll a polcunkon. Ugyanakkor itt valamiért az egyik építő elem nagyon rászorul a, a talpának az egyik része, és így a lába mindig ott marad. Na nem, mintha túl sokszor vennék le meg vissza, de hát mégiscsak. Most mindkettő ott maradt. Pedig csak egy bütykön keresztül ízesül a talpozó a figura, úgyhogy ennek könnyebben kellene történnie. Persze így jó, mert jobban van rögzítve, de hát azért ezen még talán lehetne csiszolni, és valahol a túl könnyen lejövő és a túlságosan rászoruló között megtalálni az arany középutat. Minden Brickhead talpon van egy különleges nyomtatott építőelem, amin egyrészt látjuk, hogy Big Headsről van szó, másrészt pedig, hogy az első szériához tartozik ez a figura. Igen, ez azt hiszem, hogy az első 12-14 megjelenő karakter egyike volt. Hát nem tudom, hogy ma hol tart a Big Heads sorozat, hanyadik szériánál, vagy van-e még ez egyáltalán, de ez még az első között volt benne, és nagyon tetszett a szépség és a szörnyeteg mellett, ami még megvan, itt van még egy batman azt hiszem. Egyébként nem nagyon fogott meg a gyűjtögetési lázabbikhez figurákat látva, de az imént felsoroltak, és hát ez a Jack Sparrow nagyon aranyos, nagyon cuki, és nagyon jól felismerhető. A stílusügyek rendben vannak, úgyhogy mindenkinek ajánlom, 2500 és 3200 forint között lehet kapni, és hát egy aranyos kiegészítője lehet a szobának, és szép dísze a polcunknak. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!